Advent első vasárnapján Pál apostol szavaival köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő szent fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük fennállva a 178. dicséretet. 178. dicséretünk így kezdődik. Drága Advent, köszöntünk! Énekeljük a 188. dicséretünket. 188. dicséretünk így kezdődik. Száj, száj, magasra, híveink reménye. 188. dicséret. Thank you.
épülésére és hitünk erősítésére. Isten igét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a Zsoltárok könyvének 108. részéből. Dávid Zsoltára. Kész az én szívem, ó Isten! Hadd énekeljek és zengedezzek, az én dicsőségem is kész. Serkenj fel, te lant és hárfa, hadd keltsen fel a hajnalt. Hálát adok neked a népek között, Uram! Zengedezek neked nemzetek között, mert nagy egek felett való a te kegyelmed, és felhőkig ér a te hűséges voltod. Magasztaltassál fel, ó Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön, hogy megszabaduljanak a te szeretteid. Segíts a te jobb kezeddel, és hallgass meg engem. Kicsoda viszel engem a kerített városba? Kicsoda vezérel engem Edomig? Nem te vagyé, ó Isten, aki megvetettél minket, hogy ki ne menj, ó Isten, a mi seregeinkkel, adj szabadulás nekünk az ellenségtől, mert hiába való az emberi segítség. Istennel hatalmasan cselekszünk, és ő megtapodja ellenségeit. Adj szabadulás nekünk az ellenségtől, mert hiába való az emberi segítség. Istennek áldása legyen az igének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Sokféle nehézségből, félelmekből, harcokból, küzdelmekből, gyászból, betegségből jövünk most hozzád, Istenünk. Mert mi is a Zsoltárossal együtt valljuk, hogy emberi segítség nincs ezen a földön, amely meg tudna bennünket szabadítani a félelmektől, meg tudna őrizni betegségektől, a gyászban tudna vigasztalást adni, a reménytelen helyzetben reménységgel megajándékozni, halálból életre kelteni, sötétségből világosságra vezetni embereket, csak te tudsz. Ezért jöttünk hozzád, Urunk. Ezért kérünk téged advent első vasárnapján. Töltsd meg a szívünket mennyei reménységgel. És hadd legyen ez a reménység, Urunk, adventi reménység. És segíts bennünket, Urunk, ezen az ige hirdetésen keresztül eljutni oda, hogy mi is, akik itt vagyunk, és akik nincsenek itt, azok is felkészüljenek a veled való találkozásra. Hogy ez a nap készületlenül ne találjon bennünket. Imádkozunk azokért is, Urunk, akik nem tudtak eljönni az Isten tiszteletre, de akik majd otthon fogják ezt az ige hirdetést meghallgatni, számukra is te áldottál bennünket, és a mi számukra is, akik itt vagyunk. Amen. 180. dicséret második versével készüljünk az ige hirdetéssel. 180. dicséret második verse így kezdődik. Ez a fény, ha felragyog, napkelettől nyugatig. 180. dicséret második versével készüljünk az ige hirdetéssel.
lelke segítségével hirdetni kívánom közöttetek a már korábban felolvasott igeszakaszban, a 108. Zsoltár válogatott verseiben található megírva, míg olvasom és magyarázattal kísérem. 108. Zsoltár második versétől olvasom az igét. Kész az én szívem, ó Isten! Hadd énekeljek és zengedezzek az én dicsőségem is kész. Hálát adok néked a népek között, Uram, és zengedezek neked a nemzetek között, mert nagy egek felett való a te kegyelmed, és felhőkig ér a te hűséges voltod. Magasztaltassál fel, ó Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön. Kész az én szívem, ó Isten! Testvérek, egy gyönyörű bizonyságtétellel találkozunk a mai igehirdetésben. Ez a Zsoltár, Dávid Zsoltára, akkor budjan ki a szívéből a hála, amikor nagyon nagy veszélyben van. Hadd fogalmazza ki, amikor életveszélyben van. És elkezdi dicsőíteni, magasztalni az Urat. Ki tud ilyet tenni? A legnagyobb nyomorúságban, életveszélyes helyzetben, talán betegségben, gyászban, nyomorúságban. Dicsőíteni az Urat. Azt mondja, hogy kész az én szívem. Beszél. Az Urat szólítja meg. Nem panaszkodik. Nem elkeseredik. Nem hibáztat senkit. Kész az én szívem, beszél. Beszélget az Úr Jézusra. Beszélget az Istennel. Nem csodálatos, testvérek, amíg az ember magáról beszél. Mert másokról beszélni mindig könnyebb, nem? Megítélni a másikat meggondolatlanul. A másikat kibeszélni, az mindig könnyű. Könnyebb, mint magamról valamit elmondani. Nagy dolog, testvérek, óriási ajándék az Istennek, ha én az Úr Jézusról tudok beszélni. Ha már róla tudok bizonyságot tenni. Ha már az életem az övé lett. Testvérek, hadd fogalmazzak így, nincs nagyobb dolog, nincs nagyobb csoda ezen a világon, mint aki valamikor befogadja a szívébe az Úr Jézust. Nincs nagyobb csoda ezen a világon, mint amikor valaki új életet kezd. A régit elhagyja. Annak a félelmeivel, elégedetlenségével, nyomorúságával, amikor az ember újat kezd. Amikor úgy érzi, hogy minden megváltozott az életemben. Testvérek, advent van. Készek vagyunk az Úr Jézussal való nagy találkozásra. Mert advent arról beszél, ez az üzenete az adventnek, hogy jön az Úr Jézus. És nekem és nekünk találkoznunk kell vele. Földi életünk egyszer véget ér. Vagy ő jön és emel ki bennünket ebből a világból, vagy megszólít bennünket, és nekünk kell elé állni. Nem tudjuk. Sokszor váratlanul jön el az a pillanat, amikor meg kell jelennünk előtte. Ezért nagyon fontos, testvérek, hogy az a nap készen legyen. Készen várjuk azt a napot, amikor ő megjelent. De egyébként még erről fogunk beszélni majd az igehirdetés végén. Hát, testvérek, ennek az egész Zsoltárnak az a címe, hogy reggeli ének háborús időben. Reggeli ének hála háborús időben. Ez egy hívő ember énekli. Egy hívő ember mondja el. Miről beszél ez a Zsoltár? Tehát, testvérek, megláthatjuk azt, hogy a hívő embernek a helyzete sem könnyű. Mert meg kell tapasztalni, meg kell látni, hogy a hívő ember sem mindig olyan közeg veszi körül, amilyet az ember szeretne, vagy megálmodott magának, eltervezett magának.
Meg kell tapasztalni sokszor rossz indulatot, gáncsoskodást, különféle támadást, de a zsoltáros testvérek, amikor bajban van, nem maga akarja megoldani a helyzetet. Nem ő akar magán segíteni, el is mondja a zsoltárban, hogy ember nekem nem tud segíteni. Ebből a bajból engem kimenteni ember nem tud. Nincs emberi segítség, ezért fordul az Úrhoz. Ezért önti ki előtte a szívét. Látja elesett állapotát, és ezt megvallja. Ezt megvallja az Úrnak, alázatos szívvel. Hát olyan jó lenne, testvérek, ha mi is meglátnánk életünk különböző helyzeteiben, körülményeiben, alázatos szívvel, hogy emberi segítség mit sem ér. Nekünk az Úr kegyelmére, az ő szeretetére, az ő támogatására van szükségünk. Ő hozzá mindig lehet menni, alázattal, bűnbánattal. Szabad menni hozzá, testvérek, megvallani nyomorúságainkat, félelmeinket. És akkor, amikor találkozunk vele, csodákat élünk át. A vele való közösségben a tanítványok csodákat éltek át. Először a 12 tanítvány küldi ki az Úr Jézus, majd a 70 tanítvány kiküldi, és amikor a 70 tanítvány visszajön, tapasztalják az emberi, az ember feletti segítséget. Tapasztalják az Isten hatalmát. Örömmel számol be ez a 70 tanítvány, Úr Jézus, képzeld el, még az ördögök is engednek nekünk. Emberek szabadulnak, rabságból, megkötözöttségekből. Emberek gyógyulnak, ahol a te neved elhangzott, ott csodák történnek. És a tanítványok átélik ezt a hatalmas nagy csodát, hogy ahol ő jelen van, ott mindig csoda történik, bárhol legyünk ebben a világban, testvérek, nehézségekben, próbákban, ahol ő jelen van, ott emberi értelmet felüli módon segít az Úr az övének. Ott mindig csoda történik. Testvérek, ez a Jézus, akivel az ember összekötötte az életét, mindenüvé elkísérni. A gyászba, a betegségbe, a harcokba, a küzdelmekbe. Ez a Jézus megígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Testvérek, szaván kell fogni. Valaki azt mondta az igehirdetésben, hogy Isten szaván kell fogni. Hát megígérte, Uram. Szaván kell fogni. Szabad nekünk hinni. Szabad nekünk ezt megragadni, ezt az ígéretet. Most olvastam el Szilágyi Sándornak a könyvét. Ő egy erdélyi lelkipásztor volt, már szerdán beszéltem erről, igaz, akkor nagyon kevesen voltunk. 20 évre ítélték börtönbe, rabságra. 20 évre. Ebből a 20 évből, hát ilyen majdnem 7 évet le is töltött. És leírta a lágeri élményét, mert testvérek, aki ezt a könyvet elolvassa, fogja látni, hogy valóban neki a börtönben lenni élmény volt az Úr Jézussal. A könyvnek ezt a címet adta, hogy boldog rabságom. Boldog, nem nehéz, hanem boldog rabságom. Csak itt hadd mondjak annyit el, amikor kiszabadult, amikor Nagyváradon járt, mindig elment a börtönhöz, megsimogatta a börtönnek a falát, és újra megköszönte Istennek azokat a csodákat, amit ott bent a börtönben átélt és megtapasztalt az Úr Jézussal. Mindig megsimogatta a börtönnek a falát. Egy hónapon keresztül minden hónap, minden nap kihallgatásra vitték, és megkérdezték tőle, na mit gondol? Na mit gondol? Miért hozták ide? Miért van itt? Egyetlen szava volt, egyetlen mondata a lelkipásztornak, az Úr Jézusért. Az Úr Jézusért. Mert a róla szóló evangéliumot hirdetni kell minden, itt is. Ha ide kerültem, akkor itt is. Az Úr Jézusért vagyok itt, és az Úr Jézus hozott ide. Megkérdezte a tiszt, hát akkor nem mi tartóztattuk le magát? Szia, nem. Maguk csak eszközök voltak az Isten kezében. Maguk csak eszközök voltak. Engem az Úr Jézus hozott ide a börtönbe.
hogy itt tegyek bizonyságot az én megváltomról. Egyszer egy román rabot hoztak be a cellájába, több héten keresztül együtt voltak. A román nevének a jelentése turbatú. Turbatú. Ez magyarul azt jelenti, hogy veszett. Egy hatalmas ember volt, egy hatalmas. A gonoszság az arcából, a szeméből szikrázott. Egy nagyon vad ember volt, egy vad kinézetű ember volt. És hát ez az ember minden éjszaka veszekedést rendezett a cellában. Nem hagyta az őröket aludni. Egyik nap oda megy ez a hatalmas ember a lelkipásztorhoz, és azt kérdezi a Sándor bácsitól. Atyám, szabad egy szóra? Tessék, mondj el, mit óhajt. Hallottam pár nappal ezelőtt őt hat emberrel beszélgetni. És ez a beszélgetés engem arra késztetett, hogy ide jöjjek magához. Miről van szó? Kérdezte a lelkipásztor. Azt mondja, kérem, én most negyedszer vagyok börtönbe. Háromszor lopás miatt kerültem a börtönbe. Most politikai rabként vagyok itt. De mielőtt letartóztattak volna, egy kocsmába összeverekedtem két férfival, és úgy megütöttek, hogy elájultam. Azt hitték, hogy meghaltam. Kivittek a jégre, levetkőztettek, és ott hagytak. De én magamhoz tértem. És akkor ott, mikor magamhoz tértem, átkot mondtam az életemre, hogy nem nyugszom addig, míg ezt a két embert meg nem ölöm. Nem nyugszom addig, míg ezt a két embert meg nem ölöm. És kerestem az alkalmat, hogy megöljem, de nem sikerült, mert letartóztattak. Viszont itt a börtönben is hűt a bosszúvágy. Az van bennem, hogy a cellatársaimat megöljem. Meggyilkoljam. Egy idő óta borzasztó helyzetben vagyok. Nem tudok aludni. Éjjelente az a gondolat kerít hatalmába, hogy keljek fel, és öljem meg itt a cellatársak között egyiket, a másikat, meg a harmadikat. Nem hagy nyugodni a gondolat. Nem hagy nyugodni, nem tudok aludni. De már az a gondolat is volt bennem, hogy magát is megöljem. És nem bírom tovább. Nem bírom tovább. Gyötör a kísértő. Nem bírom tovább ezeket az álmatlan éjszakákat. Szeretnék menekülni ettől a gondolattól, de képtelen vagyok. Többek között magát is meg akartam ölni. És testvérek, elmondta a tiszteletes úr ennek a vátyának, nagyon jó helyre jöttél. Én ismerem az Úr Jézust, aki téged meg tud szabadítani ettől a gyötrelemtől, ezektől a kísértésektől. Ennek az Úr Jézusnak mondd el őszintén, hogy szeretnél szabadulni. Hívd be az életedbe az Úr Jézus Krisztust, és meg fogod látni, hogy szabaddá tesz. És ez a hatalmas ember a maga egyszerűségével feltárta a szívét az Úr Jézus előtt, és elmondta úgy őszintén, csak egyszerűen, Úr Jézus, fogadja el engem, én az életemet beleteszem a te kezedbe. És akkor a tiszteletes úr is imádkozott érte, és felajánlották ennek az embernek az életét az Úr Jézusnak. És Sanyi bácsi miután imádkozott, következőket mondta. Vátya, téged az Úr Jézus elfogadott gyermekének. Ő megígérte, hogy aki hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. És jött az éjszaka. Feltűnő módon, mint korábbi éjszakákon, nem volt lárma. Csend volt a cellában. Reggel fölkel a vátya, és megy a tiszteleteshez, és boldogan újságolja,
hogy soha ilyen nyugodt álma még nem volt. És tele van a szíve Krisztus békéjével. Ő ezt nem érti. Ő ezt nem érti. Mondta a lelkipásztor, hogy nem érteni kell, ezt hinni kell. Ő szabadított meg. Ő költözött be a szívedbe. És mától a te életednek ő az ura. És mától az ő gyermeke vagy. Aztán eltelt néhány hónap, újra találkoztak, mert külön cellába kerültek, újra találkoztak. Jön boldogan bátya. Átöleli a tiszteltes urat. És mondja, hogy Krisztus békéjével tele van a szívem. Milyen csoda, testvérek. Hogy ahol az Úr Jézus jelen van, egy emberen keresztül, ott mindig csoda történik. Ott van Dáviddal Isten, a próbában, a nehézségben, életveszélyben. És elmondja Dávid, hogy az én szívem boldog. És elkezdi dicsőíteni, magasztalni az Urat. Hát hogy lehet ilyen helyzetben, amikor életveszélyben van, magasztalni az Urat? Ő belőle ez jön ki, mert ez van benne. Ez van a szívében, ez van az életében. Testvérek, nagy dolog, amikor már az embernek átadott élete van. Meddig van baj? Az a legszegényebb ember, testvérek, akinek a szívében még nincs ott az Úr. Aki még nem adta át az életét neki. Aki még csak magában bízik, körülményeiben, emberekben bízik. Testvérek, minden körülmény az mind az Istentől van. De ha már én ott vagyok az Isten jelenlétében, akkor az ő akarata valósul meg az én életemben. Testvérek, dicsérni az Urat, hálát adni az Úrnak. Mikor szoktunk mi hálát adni? Mikor szoktunk imádkozni? Hát amikor már valami megtörtént. Meg én úgy szégyellem, én is a magam imáit, hiszen nagyon sokszor csak kérésekkel van tele. Ezért is imádkozom, azért is, amazért is, a kérem, itt is segíts, ott is segíts, Uram. Olyan kevés a hála. Az én szívembe is. Az én imáim is többnyire kérésekkel vannak tele. Dávid hálát ad. És, testvérek, a hívő ember azért tud hálát adni, mert mindent az Isten kezéből fogad el. Minden Istennek tulajdonít. Istentől fogadja el a fájdalmat is, a betegséget is, a próbákat is, a hátratételt is, mert mindent az Istentől kapok. És bizonyosabban, hogy minden ajándék, amivel én bírok, amin van, az mind az Isten ajándéka. Milyen sok ajándékot kapunk az Istentől. És vannak emberek, testvérek, akiknek már sok minden van, mégis kevés. Tele vannak elégedetlenséggel, követelőzéssel, másokkal szemben irítséggel. Annak több van, ennek kevesebb van. Miért van annak több? Miért nekem kevesebb? Vannak, akik dicsekeznek. Sokszor hallom én ezt, testvérek. Emberek maguknak tulajdonítják az elért eredményeket. Ezt mind én szereztem, ezért én dolgoztam, ezzel a két kezemmel építettem a házat. Mindent az én két kezemmel értem el. Testvérek, aki azonban ismeri és tiszteli az Istent, azt tudja, hogy mindent tőle kapott. Az életét, az egészségét, a két kezét. Bizonyára hallottak erről a Vojcsics hívő emberről, akinek se keze, se lába. Se keze, se lába. És ahol bizonyságot tesz az Úr Jézusról, a szíve tele van háladással. Kéz nélkül, láb nélkül. Mert hívő ember, nincs keze. Olyan jó lenne észrevenni, testvérek, hogy van kezünk. Van két lábunk,
van egészségünk, van erőnk, van táplálékunk minden nap. Ekkora bőség, testvérek, soha nem volt, mint ma. Mi panaszkodunk. Ilyen bőségben soha nem éltek emberek, és panaszkodunk. A hívő ember, testvérek, mindent az Istennek tulajdonít. A körülményeket is, a munkát is, az erőt, eredményeket is. A hívő ember, testvérek, soha nem lesz elégedetlen. Mindig gazdag marad. És a legnagyobb gazdagsága az, hogy az élő Istennel kapcsolatba kerül. És amit Istentől kapott, az soha senki nem veheti el tőle. Az ilyen ember nem fog panaszkodni, nem fog elégedetlenkedni, mert egyre hálásabb lesz neki. Az ilyen ember a próbatételt, a betegséget, a veszteséget, a gyászt, a megaláztatást ugyanannak a szerető Istennek a kezéből fogadja el, akitől már nagyon sok jót megkapott. Jobb könyvét olvassuk végig. Biblosok alól szerint láthatjuk az ő életében, hogy a nehézben is eljut oda, eljut arra felismerése, amikor már a testének szava van, amikor a fekélyek folynak, amikor már a felesége is megutálja. Eljut jobb arra felismerése. Tudom, az én megváltom él. És végezetül az én porom felett is megáll. Tudom, az én megváltom él. És amikor ez a portest összeomlik, akkor az én lelkem újra feltámad, és újra élni fogok ott az örökké valóságban vele. A hívő ember, testvérek, megtapasztalja azt, hogy azok, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Nagyon sokszor nem látjuk a valóságot. Nagyon sokszor csak lefele nézünk. És aki lefele néz, testének, annak az embernek a látóköre beszűkül. Sok minden valóban húzza a tekintetünket lefelé, és emiatt nem tudunk tájékozódni, lelkileg nem tudunk tájékozódni. Sokan csak a hiányosságokat látják. Van olyan is, aki csak az ajándékot látja, de az ajándékozót nem. De a kérdés az, testvérek, hogy hányan látják már az ajándékozót? Van-e nekünk igazi kapcsolatunk az ajándékozóval? Az élő Istennel. Pál apostol a korintusiaknak írja, a legnagyobb ajándékról tájékoztatja a korintusiakat. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, aki a Jézus Krisztus. Ez a legnagyobb ajándék. Jézus által kapjuk a kegyelmet, a bűnbocsánatot, az örök életet. Jézus által lehetünk részesei az üdvösségnek. Testvérek, nagy különbség van a hívő és hitetlen ember között. Ezt a Szilágyi Sándor bácsit, aki a lágerbe ült, 3 hétig nem vitték ki a börtönből. 3 hétig sem csillagokat, sem napfényt nem látott. 3 hét után csoda történt. Kivitték az udvarra sétálni. Verőfényes nap volt. Hát csodálatos nap volt a számára. Amikor lenézett, a kis faleveleknek is örült, ha látta a falevelet. Azt mondja, hogy a börtönben örültem, ha egy légy berepült a börtönbe. Örültem, ha egy pókot látok a falon mászni. És milyen nagy öröme volt, amikor kivitték sétálni. Aztán hétfőn jön újra a vallatás, jön a vallatótiszt, és megkérdezi tőle, na, hogy telt a tegnapi nap? Azt mondja Sándor bácsi, az egész nap eseményeit boldogan,
teltek el. Minden perc a tegnapi napnak boldogan telt el. Krisztus teszi számomra napfényessé az életemet mind a cellában, mind a kihallgatáson, mind az udvaron. Krisztus teszi napfényessé az életemet, bárhol vagyok. Ha aztán egyszer ennek a Krisztus által szépített földéletnek vége lesz, boldogan várom a még szebbet. Boldogan várom a mennyeit. Nekem a halál egyre kívánatosabb. De maga csak félelemmel gondol élete végére, ezért nagyon sajnálom magát. És imádkozom magáért, hogy ismerje meg az életet. Azt az életet, amit én Krisztusban megtaláltam. Maga fél attól a naptól, a halálnak a napjától, én meg boldogan várom. Mert tudom, hogy az én megváltómmal találkozom. Én azt a napot boldogan várom. Testvérek, ez a különbség a hívő és a hitetlen ember között. A hívő ember várja azt a napot, mert megismerte az Urat, és tudja, hogy vele fog találkozni, akit már itt a földi életben megismer, akinek az életét átadta. A hitetlen ember meg fél attól a napot, mert nem tudja, hogy mi lesz utána. A hívő ember meg tudja. Viktor István bácsi mondta, és mondogatta mindig, amikor itt volt közöttünk, a java még hátra van. A java még hátra van. Mert az igazi jó ott vár bennünket a mennybe. Itt is sok minden történt, az Úr Jézussal együtt vittük végbe, de a java az még hátra van. Hát testvérek, így készüljünk adventben a vele való találkozásra, ebben az élő reménységben, hogy vele találkozunk, akit itt megismertünk, aki velünk volt jóban, rosszban, örömben, bánatban, és ott majd színről színre láthatjuk a mi drága megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust is vele fogunk találkozni. Amen. Ige hirdetésre válaszolva a 184. dicséret első versét énekeljük. 184. dicséret. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy most is betértél ide hozzánk ebbe a hajlékba. Ígéri szent lelked által itt voltál közöttünk. Köszönjük, hogy készítgetel bennünket a veled való nagy találkozásra. Köszönjük, hogy erősítetted a hitünket. És köszönjük, hogy nyitogattad lelki szemeinket, hogy észrevegyük, meglássuk, hogy minden ajándék, ajándék az életünk, ajándék az egészség. Sőt, Urunk, köszönjük, hogy arra is tanítottál bennünket, hogy még a próba is ajándék, még a betegség is ajándék, mert azon keresztül formálod az életünket, erősíted a hitünket.
és mindig a próbákon keresztül közelebb kerülhetünk hozzád. Imádkozunk, Urunk, a betegekért. Köszönjük, Urunk, hogy Te felette állsz a betegségünknek is, a betegségeknek, hisz Te vagy az áldott orvos. Láthattuk, és sokszor átélhettük, és megtapasztalhattuk, hogy nálad nincs lehetetlen. Hogy ahol Te jelen vagy, ott csodák történnek, ott emberek gyógyulnak, bűnösök szabadulnak, elesettek talpra állnak, és élő reménységgel tudnak tovább menni életük útján a mennyei dicsőség felé. Eléd jövünk, Urunk, a gyászolókkal. Köszönjük, Urunk, hogy Te legyőzted a halált, és a benned hívők élő reménységben élhetnek. Tudhatják, hogy a halál csak egy állomás. Ahonnan tovább megy a lélek, ahhoz az Istenhez, aki adta volt azt. Köszönjük, Urunk, mi már tudhatjuk, hogy Te legyőzted a halált, és már nem ellenség a halál, mert le van győzve, mert a benned hívőknek örök életet ajándékozol. Kérünk, hogy vigasztald a gyászolókat az örök élet reménységével. Imádkozunk azokért, akik ma otthon a lakásaiban hallgatják meg ezt az Isten tiszteletet. Tedd számukra is áldottá az ige üzenetét, hogy akik gyengeségük miatt, betegségük miatt nem tudtak eljönni a templomba, otthon átéljék a veled való találkozásnak a csodáit, áldásait. Kérünk, hogy Te légy továbbra is gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ha Isten is úgy akar, és élünk. Hétfőn 2 órától asszonykör, kedden 9 órától imaközösség, szerdán 4 órától lesz a hétközi alkalom megtartva, és a konfirmandusokat, illetve a konfirmandusok szüleit kérem, hogy küldjék a gyerekeket szerdán 3 órára, az órára, konfirmáció órára. Más hirdetés nem lévén énekeljük az áldásra készülve hitvalló énekünket, mindig veled. Pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljunk helyet. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 184. dicséretet a második versétől. Jól készítsétek utát, a vendég már közel.